Sziasztok, sziasztok, nagy-nagy szeretet legyen veletek és velünk. Ugyanis itt van egy fiatal barát, nagyon erős, és engem egy baráti szkanderra ő hívott meg, és a Krisztián, a barátom, hány éves vagy? 21. 21. Na de ma elmondtál valamit, mi voltam a munkahelyen? Hát szkander? Szkanderoztunk egyet egy 130 kilós emberrel, ez a haverom, munkatársam, és felmérte az erőjét velem, és hát legyomtam, nem bírt velem. Hajrá, hajrá! És mivel engem, amikor meghívnak, ilyen kellemes történetem el, hogy 14 éves koromtól valóban rendszeresen szoktam szkanderozni, ezt sokan tudják, és akkor megnézzük a kedves Krisztián drága öcsémet, hogy milyen erővel rendelkezik, de egyébként én is tesztelem magam ám, hogy hol tartok. Eddig jó helyen tartottam, de nézzük meg, hogy van tovább. Na, és akkor, de azért nézzétek, mutassuk meg a karját. Van ott kar, azért. Á, és ott is van azért. Így, ide, ez az. Na, igen, mehet. Feltesszük a kezet. Úgy. Komoly. Nem fogtam a... Erős az ecskös. Még egy? Még egy. Várj, gyere, nem kezet föltesszük, kezet így, nem szabad könyökölni. Nem szabad, ezt nem lehet fel a kezet. Erős a Krisztián. Erős. Erős, tesó. Nyomjad. Tényleg erős. Az erő legyen veletek. Tesó. Köszönöm szépen. Vince bátyád még azért. Azért van benne. Az erő legyen veletek, mert fontos, fontos. Pedig körülbelül egy éve nem gyújtam a választások miatt. Áldás legyen veletek. Úgyhogy aki szeretne velem találkozni ilyen ügyben, hajrá. Gyertek, találkozunk.